Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Azt hiszem, hogy jégkorong nemzet lettünk szép lassan, és jégkorongváros Székesfehérvár, de hát ezt mi már szerettük volna 1977-től, hiszen amikor a Volán ide került, már akkor azt gondoltuk, hogy minél többen fognak kilátogatni. Így is történt messze a legnépszerűbb csapatsportág a hoki, és ez így van rendjén, kérem szépen. És most pedig gratulációval kezdem, hiszen a válogatott feljutott az A csoportban, az Ászligában pedig ezüstérmet szerzett a Volán, vendégem pedig Hári János. Tisztelettel köszöntelek, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szép napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek. Hát ez egy életút interjú, és a te pályafutásod bővelkedik történésekben és eseményekben, úgyhogy vágjunk bele. 6 éves korodig kell, hogy visszamenjünk, amikor elkezdtél jégkorongozni. Mi vitt rá? Mi volt az indítatás? Hát ez egy érdekes történet. Édesapámmal voltunk a pólusba valami ok miatt, és én láttam ott a mai napig ott lévő jégfelületet, és ott korizgattak más gyerekek is, viszonylag ügyesen persze, és én mindenképpen fel akartam menni korcsolyázni. Nagy sírás, nagy hiszti lett belőle, de akkor nem volt rá lehetőségem, és nem tudom mennyi idővel később, erre már nincs így emlékem, de apukám elvitt egy ilyen karácsony közt valahol ott egy reggeli nap korcsolyázni, és akkor még emlékszem, ő is meg nagypapám is korcsolyázott velem, nyilván nem ügyesen, mert nem tudnak korizni. Én viszont gyorsan belejöttem, mint gyerek, utána gyakran jártunk le csak korcsolyázni, és akkor indult a hoki csapat ott, a pólus pingvinek, és a Miki bácsi, az edző, akkor megkérdezte apukámat, hogy én szeretnék-e hokizni. Én szerettem volna, nagyon, mert nem tudom mi alapján. És apukám föltett neki egy vicces kérdést, megkérdezte, hogy ő érte a jégkoronghoz. Ő edző volt, ugye, vagy ő játékos is volt, szóval mondta, hogy igen, ő persze ő játékos az Újpestbe. És így indult. Tehát gyorsan kiderülhetett, hogy tehetséges vagy, hiszen előbb az UT-ba, majd a Budapest Stars-hoz kerültél. Sokat edzettél, vagy alapból voltál tehetséges? Szerintem nem baj azt mondani, hogy igazándiból tényleg született voltam hozzá, mert ahogy én, akik elkezdtem játszani, azok ilyen 3-4 éve idősebb gyerekek voltak nálam, és köztük is ki tudtam tűnni ilyen 6-7 évesen. És egyből ugye egy szupermini korosztály az még egy ilyen 6-7 éves korosztály, kis pályán játszol ugye, de hát szegény bíróknak volt rossz lehajolni a korongért mindig, úgyhogy jól indult a karriere, mondjuk így. Bizony, annál is inkább, hiszen egy svédországi tornán felfigyeltek rád, és ezt én azt mondom, hogy Svédország hoki nemzet, nagyon is jól tudjuk az északiak, tehát ez így van örök idők óta. És 2004-ben pedig már a családdal együtt ugye ott éltetek, és a Hamarbyba igazoltál. Az egy áttörés volt, hiszen akkor még 12 esztendős voltál mindössze. Mindenképp, de nagyon hamar gyerekkoromban megvoltak ezek a vágyak, hogy én külföldön szeretnék játszani, mert ugye a hoki az viszonylag limitált volt az országban, akkor még így jégfelületileg is, meg ugye mindenben. És voltunk itt tornákon, ugye még akkor ügyes voltam abban a korban, és ez is ritka, hogy ilyen korban tudjál menni valamelyik svéd csapathoz, mert ott nem nagyon szokás összeszedni ilyen fiatal gyerekeket még, de egy nagyon speciális csapatba kerültem onnan, a mai napig most sokan NHL-ben játszanak, meg profi szinten, ami nagyon ritka egy gyerek csapatból. Mi mindent lehetett megtanulni? Csak kivonatosan nyilván, hiszen tudjuk, hogy a svéd hoki örök, tehát az egy rendben. Mi az a más, ami az élvonalba emeli a fiatal svédeket is? Hát a legnagyobb, amit megtanul bárki, hogyha elmegy külföldre hokiban Magyarországról, az, hogy rájössz, hogy nem te vagy az egyetlen, hanem nagyon nagy a konkurencia, mert játszol 100 különböző csapat ellen, és észreveszed, hogy ez csak Svédországban vannak ennyien, akik ügyesek, meg jók. Belegondolsz utána, amik vannak a világ többi részén, és akkor így beazonosódik a versenyhelyzet. Nagyon gyorsan fejlődtél, hiszen olvasom, hogy 2007-ben már egy klubtornán a korosztályodban egy egészen kiemelkedő eredményt értél el azzal, hogy
hogy nagyon sok pontot gyűjtöttél, többet, mint a svéd válogatottak, és azt hiszem, hogy ez áttörés volt. Te is úgy érezted? Biztos, erre most már nem emlékszem, de hát ugye ott a junior korig is nagyon korosztályban, nagyon kiemelkedően a top játékosok között voltam. Nagyon jó csapatokban játszottam, de úgy áttörős, nem tudom, hogy pont az volt-e, de szerintem folyamatosan fejlődtem nyilván ott is, és egyre jobban ment minden. Amikor felvetődött, hogy svéd állampolgár legyél, az megerősítést jelentett? Hiszen maga az U16-os szövetségi kapitány kérte ezt. Igen, akkor ugye terve volt, hogy esetleg abba a váltotba játszak, még ott az U16-os kornál. Valamilyen nem így lett a döntés hozva végül, és szerencsére nagyon örülök neki, hogy nem így lett az egész. Egy évvel később átigazoltál, ahol megint csak remekül ment a játék. Úgyhogy az már teljesen természetes volt, hogy 2008-ban már a magyar junior válogatott tagjaként. Ez meglepődtél a meghíváson, vagy természetesnek vetted, hiszen azért Svédországban remekül ment a játék? Úgy emlékszek erre, hogy átigazoltam Ferisztadba, ami ott a normális, hogy ilyen hoki akadémia szerűk vannak 16 éves kortól, és ott összeszedik már az embereket jobban. Egy picit hamarabb is mentem oda, mint általában szoktak emberek, de igen, valahogy a válogatottban, ugye az U20-ban voltam akkor talán, ilyen 16 évesen, szóval nem volt könnyű, és örülök, hogy ott voltam. Viszont magyar maradtál, a Junior Divízió 1-es VB-n meg már magyar színekben játszottál. Ez volt az első olyan válogatott mérkőzésed, ahol azt bizonyíthattad a tehetségedet, és ez így is volt, hiszen a következő évben már az IFI VB-n, ott pedig a torna legjobb csatáraként mutatkoztál be. Ez mit jelent egy csatár számára, hiszen azt látjuk, hogy ez egy nemzetközi sport, Magyarország azért nem az élvonalban van, bár most majd bizonyíthattok. De mit jelent egy fiatalnak ez? Nekem igazán ez nem jelentett olyan sokat, meg ezeken a egy-hetes VB-ken azért most az, hogy pont kikap valami külön díjat, nem sokat számít szerintem, mert olyan rövid időszak, szóval ez épp akinek kijön a lépés, azokon az kapja. Nekem ott jól ment, ugye jó is voltam az én bajnokságomban, Svédországban, és úgyhogy nem volt teljesen váratlan, hogy azért azon a szinten jót kellett produkálnom. Viszont a felnőtt korosztály az már mást hozott. Ugye 2009-ben mutatkoztál be a felnőttek között Svédországban, de akkor a Skare Bike csapatában. Ugyanakkor az IFIK között meg a országos döntőbe jutottatok, és a legeredményesebb játékos lettél a bajnokságban. Kereste? Akkor attól a pillanattól ezekkel kezdtek már keresni különböző csapatok? Hát nem, mert ugye a legjobb helyen voltam a Ferisztad, a felnőtt csapat, aki most bajnok lett. Amit említett a Skoreiko, az azért volt, mert akkor Ferisztad úgy döntött, hogy nem indít U20-as csapatot, hanem a harmadosztályba a felnőtt ligába indítja a juniorjait inkább, és akkor ez miatt tűnik úgy, hogy más felnőtt csapatban voltam, de ez igaziból ugyanannál a klubnál tehát volt. Tehát ez ugyanaz a klub volt. Igen. Ugyanakkor az ajánlat miként érintett, ami Észak-Amerikából jött? Azért tetszik, nem tetszik, tehát Svédország hoki nemzet, tudjuk ezt Finnországhoz hasonlóan, de azért az igazi Amerika, Kanada. Nekem ez úgy volt, hogy én ezt eldöntöttem a szezon közben, hogy én Észak-Amerikában szeretném valószínű folytatni a szezont, a következőt, vagy a karrieremet következő szezontól, és ugye ott van egy import draft, és ezzel a csapattal, aki ledraftolt, ezekkel nem is beszéltem, mert nem oda szerettem volna menni a Quebec-i régióba, hanem a Ontario-ba szerettem volna, csak ugye megtudták, hogy szeretnék Észak-Amerikában menni, és hamarabb ledraftoltak, mint a csapatok, akikkel beszéltem, úgyhogy kicsit kérdemetlen volt, mert nem oda szerettem volna menni, de ez volt, és ezt is elfogadtam. Világos. Miért értél haza Európába? Hiszen 2011 már ismét Svédországban talált, ráadásul az első osztályban, ami azt hiszem, hogy egy nagy áttörés. Igen, ott hazajöttem a szezon után, egy rosszabb szezon után, mert beteg voltam közben, meg nehéz kis év volt, és megkerestek több jó klubból is, és a döntő volt az, hogy a Modóból
jó állatot kaptam, hogy a felnőttekkel készültek föl nyáron, meg velük fogom kezdeni a felkészülést, meg a szezont. És mellette ott olyan szakemberek voltak, a GM-ek, akik nekem nehéz volt nemet mondani, ugye nagyon nagy nevek, sztárok régről, és ez mellett döntöttem, hogy ez lesz a legjobb lépés. Volt egyébként példaképed? Hiszen Svédországban játszottál, nyilván egy csomó legenda azért körülvett ebben a bajnokságban. Igen, de az első példaképem, hozzáteszem, Magyarországon Palkovics Krisztián volt, mikor gyerek voltam, szóval nekem a Palkó volt mindig akkor a fő, és ilyen nagyobb világszinten, meg nagyon Wayne Gretzky fan voltam mindig is. Nem is tudom, volt egy az ő DVD-je, azt szerintem 250-szer láttam. Gretzky, meg mondom, Palkovics Krisztián volt nekem, akit így gyerekként, mint magyar, ugye... Csoda választás mindkettő, úgyhogy egyértelmű. Viszont 2014 az is fontos, hiszen először kaptál meghívót a válogatottba. Több mint 10 esztendeje, 2011 novemberében. És akkor miskolci tornán bemutatkozhattál. Mit jelent egy csapatsportolónak válogatott lenni? Nyilvánvaló, hogy egy út kezdete volt ez a válogatottságodban. Igen, az mindig a csúcsa igazándiból a sportodban, amikor a válogatottig eljutsz. Pont akkor ugye ez egy 10 éve volt fiatalként, 19 évesen, nem gondol bele az ember, hogy ez mekkora dolog amúgy oda eljutni. Inkább az volt, hogy ez volt a következő lépcsőfok, mert ugye már felnőttbe játszottam addigra pont a klubomba, ami egy magas bajnokság, és nagyon örültem, hogy akkor meghívtak, de nyilván el is vártam valamilyen szinten, hogy eljött az ideje, úgyhogy, de nagyon örülök, hogy bekerülhettem, és azóta is ennyi meccset játszhattam, ez tényleg egy olyan plusz az életbe, aki nem mindenkinek adódik meg. A Modóban 2 évet töltöttél néhány kölcsönadás mellett, ott lettél igazán felnőtt, mondhatjuk azt? Hát nem igazán szerintem, nem? Hanem inkább utána kezdtem el kicsit komolyodni talán, ott még az a 19-20 évesen azért még nem nevezném magamat felnőttnek. Finnország az fontos volt az életedben, hiszen Svédországból Finnországba került egy másik hoki nemzet első osztályú bajnokságába. Igen, az egy nagyon jó lépés volt, még ha kicsit fura év is volt az ottani edzőnk miatt, de egy nagyon jó év volt, és ott nőttem fel, hogy mint külföldiként vagy valahol, mert Svédországban nem voltam külföldi. Tehát otthon voltál. Otthon voltam, ugye beszélt a nyelvet, minden, de mikor máshova mész, mint légiós, azért egy kicsit más az élet, és ott érzem azt, hogy kicsit felnőtt irányba indultam. Egyébként folyamatosan fejlődtél? Ezt most magadtól kérdezem. Igen, szerintem a fejlődésnek sosincs vége. Én most érzem magam a legjobbnak, és még remélem, még leszek jobb ennél, úgyhogy minden nap az a cél, hogy fejlődjön az ember tovább. Hiszen a finn légióskodásod alatt, mert ezt akkor mondhatjuk, hogy Finnországban légiós voltál, Svédországban otthon voltál, egyértelmű. A VB-n 5 gólpasszod volt, az már egy eredmény, mondom én. Uh-huh. Elégedetten zártad azt a VB-t? Hú, az talán délkorai VB lehetett. Igen. Amúgy igen, a VB közül talán ott játszottam a legjobban amúgy, mint személyesen. Talán a csapat nem végzett olyan jól, ha jól emlékszek, de ott volt az első VB, ahol így egy változás volt a generációban, ugye akkor nem voltak először a mostani főnököm, a Szélig Viktorék, és ott kezdtünk mi jobban nagyobb szerepet kapni, és átvenni a dolgokat. Úgyhogy ez egy jó VB volt személyesen, de mint nyilván egy VB arra megy, hogy a csapatnak jól menjen, és az sajnos nem sikerült. Igen, hát elindult egy olyan korosztály, amely aztán először fel tudott jutni a Divízió 1-ből. Én azt hiszem, ezt ugye 2015-öt írtunk, de akkor már ismét Svédországban játszottál. Igen, utána a finn évem után visszaigazoltam a régi csapatomhoz, mert az akkori barátnőm onnan valósi volt, és ő szeretett volna visszamenni haza, hogy tudjon ő is csinálni a saját dolgait, és ezt egy kicsit bánom, mert ez nagyon jó hely volt a Helsinki, és visszamentem a csapatba, aki abban a szezonban sajnos egy rossz csapat voltunk, úgyhogy egy kicsit van bennem
kis hiányérzet ez miatt. Igen, és ráadásul akkor voltál az addigi pályafutásod csúcsán, mondhatjuk, tehát 2015-ben, és utána jött egy váltás, egy svéd másodosztályú csapat, ahol nyilvánvaló, hogy második soros voltál, tehát remek eredményekkel. Első 16 meccsen, ahogy olvasom, 17 pontot, tehát pont per meccs átlaga. Én azt hiszem, hogy az egy jó volt. De mit gondoltál arról, hogy ott a helyed? Szerintem nyilván nem. De hát ez nagyon normális a jégkorongban, főleg ezekben az országokban, hogy ebbe a korba teszel egy lépést egy olyan csapatba, akik ők kiestek az első osztályból, és egy nagyon nagy klubba, az országban a legnagyobb szurkolóval jeleskednek, Alexand, és tudtam, hogy ott én leszek az első sorember, meg a szóval, aki a legtöbbet várnak tőlem, és én szerettem volna azt a felnőtt hokiba is ugye elérni most már, hogy én legyek az első számú támadó ember, vagy nem tudom ezt, hogy mondják. És ugye ez így is történt. Igen, ezt szerencsére be is tudtam valósítani, nem csak az elképzelésben, hanem a gyakorlatban is jól ment a játék. A csapat az egy nagyon jó szezon volt, a legjobb emlékeim onnan vannak, mert utolsók voltunk a fele bajnokság után, és a végére feljutottunk újra, ami nagyon nagy volt, úgyhogy, és a régi csapatomat vertük ki ráadásul az első osztályból. És köszönhetően a 10 gólodnak 33 gólpassz, tehát meccs pont átlag egyes, tehát ez fantasztikus teljesítmény. Ennek ellenére 2017-ben búcsút mondtál mégis Svédországnak. Ez egy nagyon komoly döntés valakinek, aki szinte gyermekkorától abban a közegben nő fel, és lesz belőle első osztályú hokis. Hát igen, ez nem tudom, az élet viszi az embert ide-oda. Kiestünk, ugye följutottunk, tehát újra kiestünk, egy nagyon rossz év volt az is, mentálisan nagyon rossz évet zártam én is, meg ugye csapatként is ez nagyon rossz érzés kiesni, meg nehéz év volt, és utána ugye nem nagyon volt sajnos egy rossz év után nehéz kiesőből jó első osztályállatot kapni, ami nem nagyon volt, vagy csak jóval kevesebb fizetését tudtam volna maradni valahol olyan csapatba, és akkor jöttek más lehetőségek. Tehát jött Düsseldorf. Mit tapasztaltál meg? Hiszen azért kevés időt töltöttél ott, de nyilván a német liga az kicsit más. Nem tudom, nem sokat tapasztaltam őszintén, szóval tényleg kevés ideig voltam ott, az edzővel nem sikerült valamit összehoznunk jól, és ez lett a vége, de nagyon profi hely Németország, ugye minden sportban híresek arról, hogy profin dolgoznak, szép pályák, nagy közönséggel, úgyhogy egy nagyon jó hely biztos ott játszani. Mi viszont itt Fehérváron mindig átigazolási időszakban árgus szemekkel vizslatjuk az újságokat az átigazolásokról, meg kérdezgetjük Ocskai Gábort akkoriban, vagy bárkit, aki közel van, hogy valamit súgjon nekünk, és nagyon megörültünk, amikor 2017-ben megérkeztél tulajdonképpen. Mert hogy megérkeztél, hiszen még abban az évben legeredményesebb játékosa lettél már, mint a klubban. Uh-huh. Mi állt a döntésed hátterében, hogy kipróbálod magad itthon? Sok minden. Szélig Viktor nagyon aktívan hívogatott, mikor látta, hogy mi a helyzet Németországban velem. Volt pár más opcióm is, és még nem nagyon akartam úgy elsőre hazajönni. De az első szerződésem olyan is volt, hogy egy hónapig vagyok, és akkor el tudtam volna igazolni még máshova, hogyha szerettem volna, de az egy hónapot jól éreztem magam, meg minden jól sikerült, úgyhogy nagyon örülök, hogy utána maradtam a maradék szezont, és utána aláírtam még egy évet, szóval nagyon jó sült. Igen, és hát a kanadai táblázat nem hazudik sohasem. Az évben második, majd a harmadik lettél, vagy harmadik és második, a gólpasszok tekintetében második. Azt hiszem, hogy az azért már megerősítés. Én azt gondolom, hogy mindent elkövetett a volán, hogy megtartson, hadd hívjam volánnak továbbra is, de aztán mégiscsak úgy döntöttél, hogy maradsz az Ebel-ligában, de átteszed a székhelyedet először Laktiba, aztán a Salzburgba. Jó döntés volt így utólag? Szerintem nagyon jó döntés volt. Hát egy nagyon sikeres évet zártam.
személyileg, és a klub is, ugye bejutottunk a top 6-ba, egyből rájátszásba a Salzburgba játszottunk egy jó párharcot, sajnos kiestünk, de én nekem ott már ott nem volt olyan tényező, amivel itt tudtak volna tartani, hanem nekem megvolt az elképzeléseim, hogy mit szeretnék, hova szeretnék, és így kötöttem ki Finnországba újra. És onnan meg ugye rosszul szerepelt a csapat, és ott általában azt szoktuk, hogy nem lehet kiesni, nem tudtunk már rájátszásba jutni, akkor egy 10 ember ilyenkor mindenki próbál menni, a klub próbál szabadulni mindenkit, hogy csökkentsék a költségeket, és így kötöttem ki Salzburgba, aki vezette a bajnokságot, és ekkor a Volán is ugye nagyon mindent megtettek, hogy visszajöjjek a Fehérvárra, de nekem én bajnoki címet szerettem volna nyerni, és abban a szituban Volán még a rájátszás helyen se állt, szóval ezt próbáltam szépen elmondani, de nyilván igen, nem világos. Örül mindenki ennek, de nekem az volt a célom, hogy bajnok tudjak lenni. Viszont az természetesen a válogatottban továbbra is szárnyaltál. Tehát nézegettük a Nottinghami olimpiai selejtezőt, ugye 4 gól, 3 gólpassz, nem kell több, azt hiszem, egy csatártól, egy szélsőtől sem. Tehát a játék az továbbra is remekül ment. Ugyanakkor megérkeztünk Fehérvárra ismét. Mi hozott vissza? 2020-at írtunk, nagyon-nagyon örültünk neki értelemszerűen, hiszen kialakult egy olyan sor, ami a válogatottat is repíti, ha úgy tetszik. Azt hozott vissza, hogy ugye újra meg kell említenem Széli Viktort, aki nagyon aktívan tudja keresgélni az embert ilyenkor, és beszélgettünk, még kicsit érdekes szituáció volt, mert volt még egy éves szerződésem Finnországba. Ugye lefújták Covid miatt a szezont a Salzburggal, akkor pont a rájátszás közepette voltunk. Első gyermekünket vártuk a nyárra, júniusra abban az évben, és a feleségem, a kisvédő is nagyon jól érezte itt magát, és mondta, hogy miért nem megyünk vissza Fehérvárra. Én akkor mondtam, hogy de hát csak akkor, hogyha én egy hosszabb időjű szerződést írok, mert akkor tényleg itt szeretnék most letelepedni meg, akkor elég volt ebből az oda-vissza. Tehát így lett a szerződésed 5 év. Igen, és akkor ezt így, ugye jókorban vagyok, voltam akkor is, és ebben meg tudtunk egyezni, hogy ez mindenkinek, ez egy jó döntés. És hát megérkeztetek, és azt gondolom, hogy otthonra találtatok, mert hogy most már egyre folyamatosan, hát a fenntartható fejlődés záloga a hokiban is, hogy a sztárok, az első osztályú játékosok azért minél több időt töltsenek el együtt egy sorban, ez is megvalósult. A válogatottnál is nagyon sokat számít ez, és nem csak a honosított légiósok okán, hanem én azt hiszem, hogy most vagytok, ahogy te is említetted, a legjobb korban. Úgyhogy ezért a Jubiana sokaknak meglepetést okozott. Szerintem a szurkolók várták ezt. Beszéljünk egy kicsit Jubianáról. Beszéljünk. Szerintem igen, ez idén az volt egy picit nehezebb ebbe, hogy ugye ez kicsit elvárás volt. A nyomás rajtunk volt, hogy azért most ebben a mezőnyben illő lenne nekünk ezt a feljutást elérni, nem is megnyerni, mert a szlovén lett ugye az első, de ugye a Dél-Korea volt, akit a legjobban féltünk előtte, hogy esetleg akadály lehetnek, de szerencsére arra a meccsre nagyon összekaptuk magunkat, és ott jól játszottunk. A maradék VB-n nem játszottunk jól, de szerencsére az is elég volt a Litván ellen, aki meglepően kemény meccs volt, és sok mindenkit megleptek, és a román meccs ugye már nem volt jelentősége, de szerencsére azt is sikerült megnyernünk. Miként érted meg a Salzburg elleni döntőt? Hiszen először is oda el kellett jutni. Tehát én azt mondom, hogy lehet csodát álmodni, de egyelőre ez volt a realitás, bár nyugodtan lehetett volna azért meccset nyerni, mondják a szurkolók, meg mondjuk mi is, de a lényeg az, hogy döntőbe jutottatok. Azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus eredmény, így utólag mindenképpen. Tehát ne beszéljünk arról, hogy 4-0 lett, mert az lehetett volna 4-3, 4-2, teljesen mindegy. Összeálltatok teljesen? Igen, jó volt a csapat, jó volt az edző. Én ezt nagyon hamar mondtam már ilyen karácsony körül, hogy szerintem idén döntőig megyünk, mert most ezt akárhogy is nézi kívülről emberek, azt gondolják, hogy ez csoda, vagy nem tudom, de az alapszakasz alatt is láttuk, hogy
igenis megvertük a top csapatokat, mindig ott voltunk a második hely környékén folyamatosan, szóval ezt nem csodának éltem meg. Persze az, hogy utána eljuss a döntőig a rájátszásban, sok mindennek kell klaffolnia, ami szerencsére így lett, de idén nagyon felkészített csapat, nagyon jó magyar játékosokkal vagyunk most már, mellette jó légiósok vannak, úgyhogy a klub nagyon a helyén van, meg jó dolgozik most már, és én ez is írtam előtt évet, ezek voltak a reményeim, hogy folyamatosan fejlődő klub vagyunk, aki, szóval az én céljaim is az voltak, hogy nem az csak, hogy aláírjak és itt elleszek, hanem az, hogy nyerjünk valamit, jussunk döntőig, és fejlődjön a csapat, meg a klub. Tehát most ez így kerek a történet. Viszont egy kicsit térjünk vissza a jégkorong pályafutásodhoz. Melyek voltak azok a sorok, amelyekre ma is szívesen emlékszel? Azok a játékostársok, illetve utána hadd kérdezzem meg, hogy és edzők. Mert azért az edzőkön nagyon sok múlik ebben a sportágban. Kezdjük az edzőkkel szerintem. Edzőkből, akik volt egy pár nagyon fontos nekem. Igazából minden edzőből valami pozitívat el lehet ragadni, de meg kell említenem Miki Bát, a legelső edzőmet, aki a mai napig nagyon jó dolgozik a gyerekekkel. Utána Svédország volt egy edzőm, aki nagyon sokat segített mindenben nekem, meg családomnak kint, Stefan Svensson úgy hívják. Felnőttben az a baj, kevés edzőt tudok így megnevezni, aki tényleg olyan nagy különbséget tett volna, vagy benyomást bennem, de a mostani edzőmet meg kell, Kevin Constantit meg kell említeni, mert nekem egy személyben csoda, hogy ő most nem a NHL-be edzősködik, mert a szaktudása, ahogy viselkedik, ez nagyon-nagyon hozzáértő és egy profi ember. És akkor sorok? Ugye sorok is nagyon sokat változnak mindig, inkább most is inkább egy sortársam van, akivel most egy pár éve együtt játszunk, az Anzek úr által, ugye a szlovén sráccal itt, és vele nagyon egy összhangon vagyunk, így egy avolános időnk mióta van, és remélem folytatódik még egy pár évig ez vele. Azon kívül ezek annyit változnak minden évben a sorok, meg ugye sok különböző csapatban játszottam, szóval így erre nehéz azért válaszolni. Talán egy hátvédet tudok még kiemelni, akivel a Lexandban voltunk együtt, a Viktor Amnér úgy hívják. Emberelőnyben nagyon jól megtaláltuk egymást, és neki is nagyon sikeres éve volt, meg nekem is akkor. Tehát a jövőképet biztosított, hiszen az 5 éves szerződésedből még van hátra bőségesen. Milyen eredménnyel lennél elégedett? A szurkolók azt mondják, hogy most már az első hely egyértelmű, viszont az A-csoportos VB-n pedig a bentmaradás a cél, gondolom én. Igen, a cél persze a bentmaradás. Meglátjuk, mennyire reális. Most is azért elég jól játszanak a kisebben rankolt csapatok is, ha Ausztriát nézzük, vagy Nagy-Britannia is X-elt valakivel most, szóval azért vannak sanszok ott is pontokat, meg meccseket nyerni. Klubcsapat szinten meg egyértelműen a bajnoki címe az álom, meg a cél. Ha elég sokat beszélünk róla, meg az a cél, akkor azért könnyebb oda jutni, mint hogyha nem hisz benne senki, és most talán végre hisz benne mindenki, hogy szurkolóktól kezdve a játékosokig, hogy igen, ott a helyünk, és nem lesz könnyű, minden évben erősödnek a többi csapatok is, jövőre is földön kell maradnunk a gondolkodásba, és nagyon nehéz lesz a következő év újra, főleg így, hogy egy kicsit nyomás is rajtunk lesz most már, hogy még többet várnak ugye a szurkolók, meg mindenki, de nyilván a bajnoki cím a cél. Nos, én azt kívánom, először is a családodnak egészséget, a gyermek nőjön, boldogságot. Nekünk szurkolóknak és a szurkolók nevében mondom pedig, hogy az új csarnokban teltház előtt mondjuk egy Red Bull Salzburg ellen egy döntőt, ahol nyerünk, és hát a VB-n pedig sok sikert. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Hári János volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!